szerintem is egy szilveszteri bulira, egy partira illik egy erősebb kontúr, illik a krém kontúr, úgyhogy jól választottál, úgyhogy vágjunk is bele. Szükségünk lesz egy kontúr stickre. Én ezt fogom használni, ez egy egészen sötét, de nem kell tőle megijedni, mert nagyon jól kenhető. Amikor kontúrsztiket választasz, ez a legfontosabb, hogy jól kenhető legyen, úgyhogy el is kezdem szépen. Ide felteszünk egy kis csíkot, és a arccsont alá, de inkább egy picit magasabbra tedd, ne túl alacsonyra. Így. És egy kicsit ide is teszünk, hogy eltüntessük a lógást. Ennél választhatsz nyilván világosabbat is, hát most nagyon viccesen nézek ki, majdnem mint a Superwoman. Na, és akkor most szépen elkenjük, eldolgozzuk. Nagyon fontos, hogy a hajtő felé is dolgozd el, tehát hogy ott ne legyen egy világos csík. Majd még ecsettel utána fogunk dolgozni, ne izgulj. Ezt is szépen eldolgozzuk. Tényleg csak egy ilyen árnyék legyen. De hát azért lehet látni, hogy mennyire jól keskenyíti az arcot, úgyhogy megéri ezzel szórakozni. Na most ezt először eldolgozzuk lefelé, és ezt pedig inkább csak így el fogod satírozni, hogy ne legyen ott az az éles vonal, és lefelé egy picit. A tokádat is szépen elsatírozzuk lefelé, és itt ugyanez. Ezzel teljesen meg tudod fiatalítani az arcodat. És most, hogy biztosra menjünk, visszamegyünk az alapozó ecsettel, és szépen mindent összedolgozunk, hogy ne legyen vicces, ne legyen egy koszcsík az arcunkon, hanem szépen minden jól el legyen dolgozva. Tehát azért ez sokkal látványosabb, mint egy púder kontúr, ezt lássuk be. Na és hogyha már krém kontúrnál, krém arcformázásról beszélünk, fogok használni egy kis bronzert, ez szintén síglemes, és én ezt nagyon szeretem, csak így majdhogy nem, mint egy pirosító, úgy teszem föl, ez egy picit így föl fogja melegíteni az arcot, és szerintem ez egy nagyon fiatalító hatással bír. Szóval egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen friss hatást ad az arcnak, de ez még nem a pirosítás, erre még fogok használni egy egészen csöpnyi kis pirosítót, de látjátok, azt hiszem, hogy miről beszélek. Szóval ad egy ilyen pici melegséget a bőrnek. Ez nyugodtan kihagyható, ez a lépés. És most pirosító helyett egy rúst fogok használni, ezt többször láttátok már, szerintem ez az Isadora-nak a Tender Peach, és csak ide rápötyögtetünk egy picit. Ezt egyébként az ujjaddal is el lehet dolgozni, vagy Beauty Blenderrel is el lehet dolgozni, ecsettel is el lehet dolgozni, kinek mi az, ami bejön. A lényeg az, hogy mindig csak így lépésről lépésre haladjál, hogy ne tegyél túl sok, nem is tudom, melyik ezért használom. Szóval, hogy ne tegyél túl sok színt, mert úgy nehéz eldolgozni. Hogyha úgy érzed, hogy még szükséged van színre, akkor még tudsz rakni egy kis extra adagot. Nézzük a másik oldalt is. Egy, né. Ha túl soknak érzed, akkor megint csak visszajöhetsz a alapozó ecseteddel, és el tudod dolgozni. Én nem szeretem, hogyha itt nagyon sok pír van, jobban szeretem, hogyha inkább itt fölfelé, ezen a vonalon van a pirosítás,
Valahogy úgy érzem, hogyha ide teszem, akkor sokkal jobban kihangsúlyozódik a szem alatti karika. Na hát szerintem ennyi elég is, úgyhogy most egy kis púdert használjunk. Mindenhol, ahol úgy érzed, hogy egy picit szükség van rá, ahol úgy érzed, hogy egy picit, ragacsosabb a bőröd, tehát ahol úgy érzed, hogy le kell egy kicsit fixálni. Én nem szeretek túl sok púdert használni, tényleg inkább rétegezem, hogyha látom, hogy még valahol szükség van, akkor teszek extrát, de ha túl sok, akkor már nem tudunk mit csinálni. Na hát ennyi lett volna a kontúrozás, most megint választhatsz, milyen irányba menjünk, legyen egy finomabban megrajzolt, de azért mégis jól formázott szemöldök, vagy legyen egy igazi ilyen vaboom Instagram szemöldök, amivel tényleg nagyon szépen meg tudod emelni a szemedet, de valóban ez egy kicsit drámaibb. Melyik legyen? A finomabb vagy a drámaibb? Te választasz. Melyiket szeretnéd jobban? Döntsd el te!